kisebb települések életében fontos szerepe van a születi felvonulásoknak. A közösséget csak az ilyen események képesek megmozgatni és összekovácsolni. Pöttbölyön hosszú idő óta úgy rendezik meg a születi mulatságot, hogy a testvértelepülések is tevékenyen részt vesznek a programban. Az idei mulatságra a horvátországi Újbeznán települése érkezett, és a magyarországi Sükköst küldött hagyományőrző delegációt. Sipos Zivics Tünde, az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület elnöke azt mondta, ugyan friss a kapcsolat a két település között, de ez nem jelenti azt, hogy nem tartalmas. Tavaly augusztusban írtuk alá a testvértelepülési egyezményt Újbezdán és Pörbölj között. Azóta már több alkalom nyitódott arra, hogy a településeken működő helyi civil szervezetek, művelődési egyesületek is felvegyék egymással a kapcsolatot. Tavaly Luca napi vigadalom alkalmában a pörböljiek vendég szerepeltek Újbezdánban, idén pedig az újbezdáni gyermeknéptánc együttes tagjai most már másodszor jutottak el Pörbölybe, tavasszal gyereknapon vehettünk itt részt, most pedig örömmel jöttünk a szüreti mulatságra is. A mi csapatunk alig két éve állt össze, a alsó tagozatos óvodás korosztály teszi ki a táncsoport tagjait. Mi ma moldvai táncokat fogunk bemutatni, és baranyai gyermektáncokkal lépünk föl. Az újbezdániaknak fontos a magyarságuk megőrzése. Sipos Zivics Tünde azt mondja, tesznek is azért, hogy a gyerekek a magyar nyelvet és a szokásokat megtanulják. Mi Újbezdánban arra tettük fel az egyesületnek a hivatását, hogy a magyar kultúrát ápoljuk. Igyekszünk az utánunk jövő generációknak azt a magyar hagyományt átadni, amely hát az őseinktől örököltünk, és számunkra nagyon fontos ez a magyar identitás. És habár a gyerekek már egyre inkább vegyes házasságba születnek, és nem minden esetben beszélik a magyar nyelvet, mégis ez a közeg is. Legfőképpen az ilyen testvértelepülési találkozások, amikor eljuthatunk az anyaországba, mégis kinyitják számunkra azt a perspektívát, hogy a több nyelv az érték, és a magyar anyanyelv is fontos, hogy megőrizzük. A sükkösdiek már hosszú évek óta részt vesznek a pöttbölyiek által szervezett születi mulatságon. A Lipityomtáncsoport és a Pöttbölyi Hagyományozó Egyesület között hosszú idő óta jó a kapcsolat, ami azt is mutatja, hogy a két tánccsoport között szabadon mozognak a táncosok egy-egy fellépés alkalmával. A Sükösdi Lipityom Táncsoport, most már több éve működünk, egy baráti társaság keresett meg minket, hogy vezessük őket, tanítsuk őket. Pörbölyekkel együtt dolgozunk most már negyedik vagy ötödik éve. Van egy közös táncosunk, és akkor innen jött az ismeretség, innen jött a barátság. Ma az ötödik alkalom, hogy itt vagyunk. Csak ugye Pörbölyön úgy szokott működni, hogy az egyik évben születi, a másik évben arató, és akkor igazából mind a kettőre, tehát folyamatos a meghívás, és így igyekszünk ezt a meghívást visszafelé is viszonozni, a Sükösdi falunapra hívjuk a pörbölyeket. A születi mulatságok idén is, mint minden évben, a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület szervezte. Az egyesület elnöke a település alpolgármestere Szalai Anikó, a kis stábunknak azt mondta, nem könnyű kézben tartani egy ilyen rendezvény minden percét, de az emberek hálája minden fáradozást megér. A születi mulatságot teljesen a Hagyományőrző Egyesület szervezi. Nálunk ez hagyomány, két évente kerül megrendezésre. Ez nagy összefogás egy ilyen rendezvényt megszervezni. Igazából itt a táncosok, akik összefognak, de most az idén a falunak egy kis magja is összefogott, ahol fogunk táncolni is, ahova megyünk végül is. Ők készülnek egy kis megvendégeléssel. A negyedik hagyományozó csoport, aki részt vesz a pöttbölyi születi mulatságon, a helyi népdalkör. Ők vesznek részt legrégebb óta ezen a rendezvényen. Vezetőjük azt mondja, nem csak saját tájegységükről szeretnének népdalokat énekelni, az ország minden részéről van a repertoárjukban egy-egy népdal. A kezdetektől részt veszünk mi is a születi mulatságon, mindig részesei vagyunk, segítői vagyunk a rendezvénynek. Jó érzés, hogy azokat a dalokat, amiket mi gyermekkorunkban megtanultunk elődeinktől, tovább tudjuk örökíteni, tovább tudjuk adni a jövő nemzedékének, és bízunk benne, hogy lesz is egy olyan jövő nemzedék, aki tovább viszi ezeket a népdalkincseket. A születi felvonulások rendszeres eseménye, hogy egy pontján a menet elérkezik a bíróné házához, hogy a bírói pád vezetésével folytatódhasson a helyiek ünneplése. Pörbölyön sem maradt el ez a szokás. Jöttünk kent lányáért, bírónénak elvinnénk, ha engedi. Engedjem? Jó lenne. Thank you.
Születi Mulatsága a Hagyományőrző Egyesületek műsorával folytatódott. A Pörbői Hagyományőrző Egyesületben 40 éve táncol Kis József. A táncos szerint fontos, hogy már fiatalkorban elkezdje az ember megtanulni ezeket a lépéseket, ahogy ő is tette. Azt mondja, ugyan más hatására kezdett el táncolni, de sokat köszönhet a táncnak. Sok lehetőséget, és még sok ismerőst, sok helyen járunk, ilyenkor sok mindenkivel megismerkedünk, sok szóval nagyon sok minden. Ez rábeszéléses volt, 9 éves voltam ugye, amikor elkezdtem, és akkor a húgom már táncolt, és oda jöttek hozzám, hogy neked nem lenne kedved. Hát először szabadkoztam, hogy én nem, addig, csak beálltam, és azóta ott ragadtam. Kis József nagyon sok felé járt a néptáncnak köszönhetően. Addig szeretne táncolni, amíg bírja a lába. A Pörbőiek táncának végén a település polgármestere díjjal jutalmazta a jubiláló néptáncost. Az országot bejártuk, a Eger, Kecskemét és Pécs háromszögbe, szinte mindenhol, meg Bakonyba, Pécsvárad, Harkány, nagyon rengeteg előtt, és kapásban fő is lehetne sorolni az összeset. A hagyományőrzés véget, az mindenképp. És ez többféle lehet, ezt lehet hasznosítani a táncokat máshol is. Akárhol, akár egy, most mondjam, hogy lakodalom vagy bál. Tehát észreveszik, hogy elmegyek egy lakodalom vagy bálba, és elkezdek táncolni, már többször megkérdezik, hogy mit táncos vagy? Mondom, igen, mert látszik, hogy egész másképp. Tehát ez... Nem is tudom, hát ez sokféleképpen lehet hasznosítani. A Sikasdi Lipityom tánccsoport is fellépett a születi felvonulást követő gálán. Egy mátyúsföldi táncot mutatott be az egyesület. A település polgármester szerint fontos, hogy megünnepeljék minden évben a szület végét, mert az ilyen ünnepek nagyon komoly közönség fenntartó ereje van. A születi napok már egy 25-30 éves hagyománya van neki, mint szokás, tehát megkezdődtek a születek befejeződnek, vége vannak az őszi munkáknak, a születi munkáknak, és akkor összegyűl a falu apraja nagyja, és felvonulnak, megmutatják a szép lovaikat, hintajaikat, ami már ma már ez sajnos így nem igaz, mert egyre kevesebb fogat van a településeken, és felvonulunk, eszünk, iszunk egy jót, és úgymond elbúcsúztatjuk az éves munkájainkat. Minden ilyen rendezvénynek az a jelentőség, egy összefogó szerepe van neki, a lakosságot összetartják ezek az ünnepélyek, felvonulnak a szomszédos települések, meghívott települések, táncsoportjai, énekkarai, asszonykórusai. Itt bemutatják, hogy egy év alatt mit fejlődtek, milyen új nótákat, énekeket tanultak. És itt is egy kulturális szerepe van az egésznek. A Születi Mulatság utolsó fellépője az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület volt. A gyerekek magyar mondókákkal és néptáncokkal készültek az érdeklődőknek. A
pördbői szüreti napon közel 100-an vettek részt a meghívott vendégekkel együtt. A település vezetői szerint ez is azt bizonyítja, hogy a kisebb falvak közösségek életében mekkora szerepet játszanak az ilyen ünnepek.